Csütörtökön kezdődik a szírhelyzettel foglalkozó londoni konferencia. Nem hivatalos információforrások azt rebesgették, hogy milliós összegeket ajánlanak majd fel Szerbiának, hogy itt tartsa a migránsok egy részét. Vučić úgy fogalmazott, ő erről nem tud, és elmondása szerint az országnak nincs is szüksége nagyobb pénzadományra. A saját költségvetéséből is finanszírozni tudja bizonyos számú bevándorló itt tartózkodását. Szerbia će se ponaša u skladu sa európskim pravilima, Srbija će da prati ono što rade Nemačka, ono što radi Evropska unija, a Srbija da bude parking za bilo koga neće da bude, niti to možemo da budemo, da imamo veću ekonomsku snagu, to bi bilo u redu. Srbija je spremna da učestvuje čak i u kvota sistemu sa zemljama Evropske unije, ako nismo članica Evropske unije. Csak hogy Szerbia irányából nem kizárólag az illegális bevándorlók mennek Németországba. Tavaly 26 ezer szerb állampolgár adott át menedékjogi kérelmet Németországban. A helyzeten a vállalkozások támogatásával javítana a szerb kormány 2016-ban. Míg tavaly 550 millió dinárt fordítottak a kis- és középvállalkozásokra, idén már háromszor többet, 1,5 milliárdot. Németország a 2000-es évek óta folyamatosan támogatja Szerbia reformintézkedéseit, eddig összesen 1,6 milliárd euróval. Emellett egyre több vállalkozó fektet itt be. Немачка е други трговински партнер Србије. Од 2000 су немачке фирме овде инвестирале више од 1,7 милијарди евра, а нови инвестиције тек предстоје. Csak az elmúlt 15 évben 32 000 munkahely nyílt német cégeknek köszönhetően Szerbiában.